Köszöntök mindenkit, sziasztok! Folytatódik a napsütés és a körnek a mérkőzése, mondhatnánk azt is, hogy csütörtökön kezdődik a második félidő. Az első félidőt, azaz az elmúlt napokat, azt mondhatni, hogy a napsütés nyerte, ugyanis inkább csak kisebb területek korlátozva maradt meg tartósan a köd. A mérkőzésnek az első félidejét egy gyenge hidegfront szakította félbe, ezt meg is mutatom nektek rögtön a felhőzett szimuláción. Itt van ez a hidegfront, ami tulajdonképpen már estére, illetve éjszakára el is fogja hagyni a Kárpát-medence térségét, és mögötte egyre inkább majd anticiklon fogja alakítani időjárásunkat, tehát száraz időben lesz majd részünk. Na de hogyan is fog alakulni a napsütés, illetve a ködnek a harca? Gondolom erre vagytok leginkább kíváncsiak. Ahogy láthatjátok, kezdetben még azért a hidegfrontnak a felhőzete itt lesz fölöttünk, főként a keleti, illetve a déli megyékben. Itt még az este, illetve éjszaka első felében általában erősen felhős lesz az ég, és kisebb körzetekben, főként a déli megyékben még azért gyenge csapadék is előfordulhat, majd pedig szépen fokozatosan csökken a csapadékhajlam, illetve elkezd szakadozni is a felhőzet. Leginkább a felhőzet felszakadozása az az északi, illetve északnyugati megyékre tehető. Itt van nagyobb esélye arra is, hogy köd alakuljon ki, akár nagyobb területre vonatkoztatva is. Ennek akár tartósabb maradványa is lehet, főként az északi középhegység térségén, de várhatóan majd azért a napközben ez is fel fog oszlani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, emellett pedig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben, ahogy láthatjátok is, már inkább a napsütés fog dominálni, ahogy említettem, a köd az majd fokozatosan fel fog oszlani, valamint az esetlegesen kialakuló alacsony szintű felhőzet, főként ami itt lesz majd a déli megyékben még a délelőtti órákban, az is szépen lassacskán majd csökkenni fog. A délutáni órákban általában majd 19, illetve 24 fok közé melegszik fel a levegő, emellett pedig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, esetleg egy-egy élénkülés az itt az északnyugati tájakon lehetséges. És akkor egy pillantást vessünk távolabbra is. Ahogy láthatjátok, az esélyek azok inkább amellett szólnak, hogy a napsütés fogja megnyerni majd a második félidőt is. Láthatjátok is, hogy a következő napokban inkább a napsütésé lesz a főszerep, emellett pedig az ország nagy részén általában 20 fok fölötti értékeket mérhetünk majd a délutáni órákban. Valamint azt is jól megfigyelhetjük, hogy csapadékikonok nem szerepelnek a térképen, nagyon úgy tűnik, hogy ezen a héten jelentős mennyiségű csapadékra már nem kell számítanunk. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!